nem ESG-ről fogok beszélni, behozom a köztudatba egy harmadik betű szót, amit ESG-nek hívnak, és ha felmerülne a kérdés fejetekben, hogy mit keres itt egy ESG téma, akkor igazából az ESG és a kiberbiztonsági vonatkozásait fogom kicsit kivesézni, ugyanis az ESG egy nagyon szép, zöld és könnyed megoldásnak látszik, amivel ha kommunikációs megoldásokat nézünk, akkor rengeteg energiát, tudatos energiafelhasználást, megmentjük vele a bolygót, de van neki egy pici árnyoldala is, ennek érdekében tudnunk kell, mennyi energiát fogyasztunk, tudnunk kell, mikor fogyasztjuk, hogyan fogyasztjuk, milyen mennyiségben, és ezt le is kell jelentenünk majd megfelelő magyar és európai uniós hatóságok felé. Ugye kicsit megemlítve az ide vonatkozó jogi szabályozást. 2024. január 1-e óta van Magyarországon ESG törvény, ami még egyelőre egy kerettörvény, végrehajtási rendelet nem készült hozzá, viszont ez elég jól körülírja, hogy mit is jelent az ESG szabályozás, mit is jelent az Európai Uniós szintén rendelet formájában kihozott CSRD, és hogyan kell a vállalatoknak különböző kategória besorolásban viselkedniük, milyen kötelező ESG riportolási kötelezettségeik vannak, és hogyan kell ezt az ESG riportot felépíteni. Két riportolási elemet említenék meg. Az egyik, hogy meg kell terveznünk a következő évre szóló energia csökkentési terveinket, és év végén pedig le kell jelentenünk, hogy hogyan haladtunk ezzel a tervvel. Itt is van egy bizonyos retorzió beépítve a rendelkezésbe, viszont itt nem olyan jellegű retorzió, mint nincs kettő esetében, tehát itt nem a védekezési tevékenység elmaradását fogják büntetni, hanem itt a riportálási kötelezettség elmaradását. Már az EU-nak ennek egy elég erős érdeke van hozzá, ugyanis van egy EU 55 terv, ami azt jelenti, hogy 2030-ig 55%-kal szeretnék csökkenteni a karbongáz kibocsátást. Ugye 2050-ig pedig zéró emisszió. Tehát ez egy elég hosszú távú terv, viszont az EU úgy tud ebben majd előrelépni, hogy ezt igenis mérni kell, és megfelelő mérőszámok mentén fogja majd kialakítani a zöld stratégiáját. Ugye, ahogy mondtam, itt az elején tervezni is kell ezt, ezért különböző cselekményeket várnak el a vállalatoktól. Lehet ilyen a Napenergia Plus programba való részvétel, hogy napelemparkot telepítünk a cégünk mellé, de lehet ilyen, hogy egy energiamenedzsment megoldással elkezdjük akkurátusan mérni, szabályozni és vezérelni az energiafelhasználásunkat mondjuk egy irodán vagy egy bármilyen épületen belül, ugyanis ezzel elég magas megtakarításokat lehet elérni, főleg egy energiafelhasználás szempontjából nem modern irodaház moderná tétele és mérés segítségével. Hogyan is néz ki egy ilyen ESG megoldás? Nálunk a Magyar Telekomnál már van egy működő energiamenedzsment megoldás, mi ezt a teljes irodaház területére használjuk. Elsődlegesen az energiafogyasztásunkat a fűtés fogyasztásunkkal és vezérléssel és a villamosáram energia fogyasztással és vezérléssel szabályozzuk, és ennek a rendszernek a segítségével tavalyi évben, 2023-ban 772 millió forint megtakarítást értünk el. Ez azért már egy olyan szemmel látható összeg, amit bármilyen vállalat szívesen kirak a kirakatba, ugyanis ezzel nem csak a jövőt szolgáljuk, hogy ennyivel kevesebb energiahordozót használtunk föl, de mivel a CSRD-ben van egy nagyon erős zöld pénzügyi megtakarítási kötelezettség is, ezt a megtakarítást tudunk belőle olyan projekteket finanszírozni, amivel további energiamegtakarítást érhetünk el. Viszont itt felmerül a kérdés, hogy amikor egy ilyen energiamenedzsment szoftvert letelepítünk, mivel is jár az egész pontosan? Egy nagyvállalati implementációs mintát hoztam el most nektek, hogy körülbelül fel tudjátok ti is mérni velem együtt, hogy mit jelent IT rendszer tekintetében, ha valaki egy ilyen energiamenedzsment megoldást akar letelepíteni. Nagyon fontos, hogy az energiamenedzsment megoldás, ha nagyon egyszerűen nézzük, nem szól semmi másról, mint mérőeszközökről, leginkább IoT vagy OT mérőeszközökről, és mivel az energiamegoldásnak van egy nagyon erős social lába, ugye nem véletlenül az ESG betű szó is, a középső betű az S, az a social-t jelenti, egy igen erős HRS megmozdulás is szükséges hozzá, ugyanis a legoptimálisabban úgy lehet ezt kivitelezni, hogyha szabályozzuk a vállalaton belül mozgó embereknek a tevékenységét,
nem is feltétlenül szabályozzuk, de leginkább figyeljük és monitorozzuk, hogy hogyan és merre járnak. Erre nagyon okos energiamenedzsment terveket lehet leprogramozni az eszköz segítségével. Most mondok egy nagyon egyszerű példát. Amikor nem tartózkodik senki a meeting roomban, akkor nagyon egyszerűen a rendszer lekapcsolja a fűtést és a világítást. Ezt pedig úgy tudjuk a legegyszerűbben megfigyelni, hogy vagy okos kamerát telepítünk a helyiségben, természetesen teljesen GDPR-proof megoldásként, vagy pedig mobile device managerrel, akik a végpontokon, a készülékeken figyeljük éppen a bent tartózkodó állapotokat. Ugye viszont kérdés az, hogyha letelepítünk nagyon sok végpontot, akkor ez a végpont hogyan kommunikál a központi rendszerrel. A legegyszerűbben ugye egy menedzselt wifi szolgáltatáson keresztül kommunikálunk, tudunk lehetséges, hogy LAN hálózaton kommunikálunk, de az esetek többségében wifi-t használunk. És ahhoz, hogy pontosan lássuk, hogy ki, hol, mikor, hol tájékozódik, rengeteg végpontot, access pointot kell letelepítenünk a wifi-hez, hogy minden egyes szegletét tudjuk az épületnek monitorozni. Ezért látjátok nagyjából számokban, hogy ez hány darab végpontot jelent egy nagyvállalati implementációnál. Itt azért el kell mondanom, hogy ez körülbelül 60 000 négyzetméter hasznos alapterületet jelent, de ez azt jelenti, hogy ennek a projekt keretében 15 500 új végpont került bele a rendszerbe. Na és akkor itt egy kicsit evezzünk át a NIS 2 területére, és nézzük meg ezt, hogy ez információbiztonsági szempontból mit jelent. 15 500 új lehetőség, hogy bármilyen bad actor az internet bármelyik sarkából megpróbálja akár social engineering-gel befolyásolni bármelyik user-t, aki a végpontot használja, akár megpróbálja a wifi hálózatot feltörni, akár megpróbálja bármelyik végpontnak a védelmét feltörni, már pedig a végpontok ugye a legsérülékenyebb eszközök itt. A mobiltelefonok, mert ott az emberi interakció és az emberi beavatkozás hiánya előfordulhat, hogy nem teljesen friss a rendszer és megtalálják ezeket a sérülékeny pontokat. Vagy akár egy IoT-OT eszközön, aminek igazából nincsen semmilyen védelme, rá van kötve egy hálózatra, és ha bármilyen szinten a publikus hálózatra elérhető, akkor nagyon könnyen kompromitálható. Különböző idézeteket hoztam, ugyanis annyira nem volt egyértelmű számomra sem, mielőtt ezt a prezentációt elkészítettem, hogy ez mekkora probléma valójában. Volt egy megérzésem, hogy mégis mit jelent ez az információbiztonsági lehetőségeinkre, de azért itt nagyon jól látjuk, hogy egyes források szerint elérheti 2025-re a $10.5 billió az a kár, amit kiberbűnözők okoznak nekünk ezzel a bővüléssel, amit a több eséllyel, amivel beépítjük a rendszereinkbe. A megerősítettek abban is, hogy ez egy kockázatos iparág, hiszen az IoT eszközök 2025-re pontosan az ESG miatt is megduplázódhatnak a világon, ami szintén egy óriási lehetőség a kiberbűnözésben. A következő egy régi idézet, de már 2021-ben is 64 OT kibertámadás volt, és ez már akkor is $140 millió jelentett kárban. Akkor képzeljük el, hogy 2025-ben mit jelent ez a mostani rendszer szerint. Úgyhogy szerintem az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy megfelelően felkészítjük a rendszereinket arra, hogy amennyiben ESG projektet indítunk, akkor a védekezési lábot is tovább kell fejleszteni, és itt nem is kell feltétlenül NIS 2-re gondolni, hanem a saját cégünk szerinti megfelelő IT kibervédelmi terveket kell kibővíteni, és kiterjeszteni ezt az ESG okozta plusz terhelésre. Itt láthatjátok, hogy milyen tipikus támadásokat lehet elkövetni, vagy követtek el a múltban az ilyen jellegű rendszerek felé. Ugye nem kell kiemelni a ransomware-t, a ransomware manapság az egyik legjobban jövedelmező támadási forma, ha használhatok ilyen furcsa szavakat. És ne gondoljátok, hogy a ransomware-ek már csak nagyvállalatok és óriás hálózatok ellen támadásban szerepelnek. Rengeteg KKV is elszenvedte már akár Magyarországon is ezt a ransomware-es támadást. Nagyon okosan a támadók nagyon okosan megnézik a vállalatok pénzügyi helyzetét, és annak azzal pariban lévő követelést fogalmaznak meg, hogy még véletlenül se jöjjön el az, hogy azért rettem meg a támadott fél, mert túl nagy követelést kérnek.
de ugyanígy egy DDoS támadás is képes óriási károkat okozni, akár a teljes infrastruktúrában. Úgyhogy mit tehetünk, ugye ezt korábban már mondtam, bármilyen ESG projektbe fogunk, igenis, amikor az ESG projekt telepítése megtörténik a saját infrastruktúránkban, hozzá kell húznunk a védekezési infrastruktúrát is. Nálunk a Telekomnál ugye ez nem is volt kérdés, mi láttátok a számokat, körülbelül ez pariba van a saját implementációnkkal, tehát mi megtettük pontosan ugyanazokat a védelmi kiterjesztéseket, amiket kötelezően meg kellett tenni, amivel eddig védtük az eddigi infrastruktúránkat is. Úgyhogy nagyjából nekünk az infrastruktúrális költésünk, ami a saját cégünket érinti, olyan 45%-kal növekedett az ESG beruházás miatt, de még így is töredéke volt a beruházás annak a megtakarított pénznek, amit ez az ESG projekt, ez az Energy Management projekt visszahozott a vállalatnak. Ezt körülbelül úgy képzeljétek el, hogy amit látjátok fönt a prezentáción, hogy a network, a mobile device management, a hosting és az IoT megoldásoknak is vannak speciális védekezési lehetőségei, és én most ezek közül hoztam számotokra egy pár megoldást. Ugye, amit itt láttok, ez funkcióra lebontva, hogy mit is jelent ez a Telekom Security Layer. Legerősebb, hogy monitorozunk mindent állandóan. Nagyon odafigyelünk a network security-re, különös figyelmet forgatunk az incidens managementre, és ami a social lábat illeti, a usereknek az edukációját és a userek jogosultság kezelését is kifejezetten komolyan vesszük. Minden harmadik vagy minden második támadás emberi hibából történik, ugye ez nem egy új információ. Ami nagyon sokat tud segíteni ezen a védekezésen. Mi bevezettünk egy SOAR as a service megoldást, ez lényegében összeköti a teljes monitoring és teljes incidens management infrastruktúránkat egy nagyon erős automatizációval megtámogatva, tehát nem emészt emberi erőforrást kifejezetten, amikor ezt a plusz rengeteg rendszer végpontot felügyelnünk kell, hanem egy nagyon okos rendszer felügyel, nagyon okos rendszer avatkozik be, és nagyon okos rendszer alertet küld a megfelelő emberi beavatkozásra képes személyzetnek, amikor meg kell ezt tennie. És ami még talán ennél is fontosabb, hogy ugye a Telekomnak van egy saját szokja, amit szintén szok ez a service-ben is kihasználunk, és a SOAR által jelzett emberi beavatkozásra szükséges védelmeket a saját szökközpontunkban tudjuk ellátni. Ami még ide tartozik ebbe a kibervédelmi intézkedésbe, és ami talán nálunk egy unikum, hogy minden folyamatot időbélyeggel titkosítunk, tehát bármilyen pont-pont kommunikációt vagy gép-kép kommunikációt egy időbélyeggel titkosítunk, hogy még nehezebb legyen beavatkozni menet közben a két gép közti kommunikációba. Ez számunkra egy olyan plusz védelmet ad, ami biztosítja azt, hogy amennyiben kompromitálódik a kommunikáció a megfelelő csatornán, akkor azt nagyon gyorsan és okosan tudjuk észlelni. Ez is egyébként a SOAR-nak egy funkciója, hogy érzékeli azt a kompromitálódott a csomag küldés közben. Úgyhogy az üzenet, amit ide szerettem volna hozni, hogy nagyon szabályozás heavy időszakot élünk, egymás után jönnek akár az EU-tól, akár a magyar államtól olyan szabályozások, ami rengeteg kihívást támaszt a vállalkozásunk felé, vagy a bármilyen állami szervek felé, és ami a legfontosabb üzenet, hogy nem vagyunk elveszve, a kibervédelmi képességek már megfelelő szinten vannak ahhoz, hogy meg tudjanak felelni akár egy ESG által jelentett plusz tehernek is. Úgyhogy én csak javaslom mindenkinek, hogy amennyiben ESG projektbe fog, ne felejts el az információbiztonsági védekezést. És ha megengeditek, akkor még egy utolsó ilyen kvótot elmondanék, hogy a legzöldebb energia a fel nem használt energia. Köszönöm szépen!